egészen gyönyörűen kidolgozott prezentációkat kaptunk. Remekek voltak a grafikák. Rekordszámú és igen színvonalas pályaművekkel neveztek az idei Hungaropax Student csomagolás tervezési diákversenyre. Kávé, bor, fonalak és zsebkendő, díszes vagy épp környezetbarát köntösben. Néhány példa az ötletes pályázatok közül, amit csomagolás technika szaktárgyat tanuló egyetemi vagy főiskolás hallgatók adtak be a megmérettetésre. A nemzeti versenyünk az a Csomagolási Világszövetség World Star Student versenyrendszeréhez kapcsolódik. Célunk ezzel az, hogy a csomagolás technikát felsőfokú szinten tanuló hallgatóknak egy megmérettetési lehetőséget adjunk, egyben egy elismerési lehetőséget adjunk, és megteremtsük, hogy későbbiekben pályán maradjanak és a csomagolóipart kreativitásukkal erősítsék. A fényképekkel, grafikákkal, igényesen elkészített látványtervekkel dokumentált 63 pályamű közül többen kaptak elismerő oklevelet és külön díjat is, de a zsűri döntése alapján a fődíjat 8 pályázó érdemelte ki. Mi ketten a fogszabályzótartó készüléktokot készítettük, és az volt a fő motiváció, hogy megreformáljuk a jelenlegi szabványterméket, ami kapható. Igyekeztünk egy kicsit új vonalra elvinni, modernebb külsőbe, minimalista dizájnba, és ehhez készítettem egy csomagolást is, amiben később árulni lehet bármilyen boltban. Maga a tárgy az három részén nyitható, és középen egy integrált tükör található, ami szét is osztja a belső aktív tárolóhelyét. Így két tárolórekesze van a tárgynak, alulra kerül maga a fogszabályzó, fölülre pedig a hozzá szükséges kellékek, mint például a tisztítóeszközök. Ezért választottam ezt a csomagolást, mert tulajdonképpen ez egy tömeggyártásra gyártott termék, így ezzel is csökkenteni szeretném a környezeti káros hatásokat. A csomagolásom tulajdonképpen már egy eredeti meglévő Bluetooth fülhallgató csomagolásnak az újratervezése volt. Az eredetivel ellentétben az enyém kevesebb anyagszükségletet igényel, valamint a műanyag és papír vegyes felhasználásától eltérően az enyém csak papír került felhasználása. A fő szempont az volt, hogy a piramis formát sikerüljön megőrizni. Magában egy piramis formával sajnos nem sikerült, mert nem teljesített a diszplej funkcióját, ezért háromszög alapú hasábra tértem át, aminek a kis átalakításával sikerült elérni, hogy megfelelő mennyiségű tea is legyen rajta, és a háromszögek hatásával sikerült a piramis formát is megtartani. Ugye ez egy már létező Marán kávé csomagolás, amit szerettem volna újra dizájnolni, mivel ez egy nagyon letisztult márka, és szerettem volna egy sokkal feltűnőbb dizájnt kölcsönözni nek, és még nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha ez egy olyan papírra kerül kinyomtatásra, ami teljes mértékben újra hasznosítható, és nekem fontos volt ez a másodlagos funkció, hogy ez igenis megérdemli azt, hogy ne lötyögtessük magukra, hanem szépen el tudjuk vinni magunkkal, és meg tudjuk nyugodtan inni, és még szép is a csomagolás. Egy hangfalnak a csomagolását terveztem újra a környezetudatosság nevében, és a csomagolásnak minden egyes elemét ennek alapján terveztem újra, így egyszínű lett a nyomtatás, így egyfajta hullámpapírból készült, az LPS habot elhagytam, és a belméret és a külméret is változott ez alapján. Mi motiválta ebben? A hab. Elsősorban mármint, hogy az EPS habot nem szeretik, mert nagyon nehezen lehet újra hasznosítani, és ezt akartam kiváltani a fél éves feladatom során. Azt szerettem volna a termékemmel elérni, hogy a kontaktlencsét használóknak az életét megkönnyítsem, mivel a kontaktlencséhez való dolgoknak a beszerzése macerás, és ezért egybecsomagoltam a kontaktlencse csomagolást és a kontaktlencsét magát, és ezt egy szép kivitelezésben. Egyetemi feladatom az volt, hogy egy általam választott Hungarikumnak tervezzek új arculatot és 8 elemből álló termékcsaládhoz illeszkedő csomagolást. Én a halasi csipkét választottam, mivel kiskunhalasi származású vagyok, és a 8 elemből álló termékcsalád főként kasírozott díszdobozok, ezek közül vannak olyanok, amelyek plusz funkcióval ellátottak, így kiállítási darabként is lehet őket használni, meg van olyan is, ami mágneszáródású, amiért különlegesebb.
annyiban több egy sima cipős doboznál, hogy ezen van egy fogófül, ami ugye kiváltja a szatyrót, amiben az üzletekbe rakják a cipős dobozokat, és igazából ez egy ökológiailag nagyon fontos szempont, mivel nagyon sok hulladékot lehet ezzel megspórolni. Emellett két elemből áll ugye a doboz, és ha máshogy rakjuk össze, akkor stílusosan lehet benne prezentálni vagy tárolni a cipőt, otthon vagy akár a boltokban is. A fődíjas pályaművek mellett külön díjakkal is jutalmazták a hallgatók kiemelkedő csomagolási ötleteit, így Sándor Ildikó, a Transpak szaklap főszerkesztője két díjat is átadott a színvonalas pályamunkákért. A betyáros termékcsalád egy Hungarikum készítelekhez köthető termékcsalád, és igazából az alapfelvetés annyi volt, hogy letisztultam, mégis egy kicsit izgalmasabb külsőt adjak a mai vőeslevelős Hungarikum készíteleknek. A termék, amit készítettem, az a Cardboard Barrel nevű, igazából egy borcsomagolás karton papírból. Henger alakba van egy karton feltekerve úgy, hogy az minden hullámvölgynél a karton papírnak az egyik rétege, az be van vágva, így nagyon szépen hajlik az egyik irányba, és elég masszív szerkezet születik így. Az, hogy mi motivált, én amikor egyetemre jöttem, akkor az egy nagy elhatározás volt nekem, és úgy voltam vele, hogy akkor, ha már itt vagyok, akkor minden ilyen lehetőséget megragadok, és azt maximum teljesítménnyel szeretném elvégezni, és úgyhogy ez volt az, hogyha belevágok ebbe a formatervezés szakmába, akkor igyekszem a maximumot kihozni, hogy aztán a későbbiekben el tudjak helyezkedni sikeresen.